A Rábihoz közeli hármas határnál is többször látnak migránsokat a helyiek. A majdániak a temetőkben is találkoztak már sátrazó menekültekkel. Amikor beértem ide a halottas házhoz, akkor láttam a sátort, meg gyúgták ki a fejüket. Tehát én tovább megfordultam és visszamentem. Tehát nem mertem bejönni, jöttem volna a férjemnek a sírját meglocsolni. A falubeliek elmondása szerint főleg esténként van mozgás a környéken, bár buszokat már nem látnak, többször észrevettek taxista környéken. A taxisok azok sajnos jönnek. Meg munkába indultam, bótba dolgozok, és akkor most kezdünk tőlük félni, mert van, hogy kétszer-háromszor is megjelennek naponta. Nem bántottak senkit se, meg kérik, hogy telefonokat töltsenek föl, meg ilyen dolgokat, de félünk. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának képviselője szerint, aki Szerbiában menekültügyi kérelmet kér, azt beengedik. Viszont már több befogadóközpontban készülnek a térre. A Presevói befogadóközpontot 500 férőhelyel bővítették, Szabadkán is terveznek hasonlót. Több helyen már a téli tűzifa beszerzését is megkezdték.